Két nő titokzatos öngyilkosságáról adtak hírt a budapesti és az országos lapok 1913. október 1-én. A csendes, szenzációkhoz nem szokott Budán, egy előkelő szállodában öngyilkosságot kísérelt meg a testvérpár, egy a városházán alkalmazásban álló mérnök felesége és ennek fiatal húga. Az asszonyon csak sebet ejtett a revolvergolyó, de a húga nyomban meghalt. A kettős öngyilkosság körülményei, egyes momentumai rendkívül titokzatosak voltak, nem volt egyértelmű, hogy mi vitte ezt a két fiatal úrihölgyet a végzetes gondolatra. A Zsigmond utca 38-40-es szám alatti gyönyörű új Esplanád szállóban a Szent Lukács fürdővel szemben történt az öngyilkosság. A szállodába előző este valamivel 11 óra előtt két úriasszony állított be, podgyász nélkül és szobát kértek. Csak retikül volt a kezükben, s a szálló portásának azt mondták, hogy Váci Aks lekésték az utolsó vonatot, ezért kénytelenek Pesten maradni. A portás a második emeletre vezette őket, és a 216-os számú kétágyos szobát nyitatta ki számukra. A bejelentő lapot dr. Blahó Károlyné és Pojedics Ennőné néven állították ki, és a foglalkozás rovatba ezt írták, mérnök neje. A hölgyek álnevet használtak. A bejelentő lapot kicsit zavarosan töltötték ki, ám a portás látta rajtuk, hogy idegesek, és ezért nem akarta részletekkel alkalmatlankodni. A szálló személyzete szerint a két hölgy az éjszaka sokáig fent volt. 3 óráig égett szobájukban a villany, s itt-ott beszélgetés hangjai szűrődtek ki. Éjfél után többször cigarettát is kértek, s a pincér látta, hogy vígan füstölnek bent a szobában. Reggel 10 órakor becsöngették a szobaasszonyt, reggelit és újból cigarettát kértek. Amikor a reggelit elköltötték, behívatták a szobapincért, és átadtak neki egy levelet azzal a megbízással, hogy kézbesítsék azt Bálint Oszkár képügynöknek, aki szintén abban a szállóban szokott megszállni. A pincér nem sokára visszatért azzal, hogy a levelet nem tudta kézbesíteni, mert Bálint nem lakik már a szállóban. A hölgyek elképedve meredtek egymásra, majd az idősebb hölgy a kézitáskájába rakta a levelet. Néhány perccel később a folyosón dolgozó szolga a két nő szobájából tompa dörrenést, majd sikoltást hallott. A szolga elszaladt a szobaasszonyért, akivel együtt benyitottak. Az egymás mellett álló két ágy egyikén hanyat feküdt a fiatalabbik nő, fejéből patakzott a vér, jobb kezében revolvert szorongatott. A másik ágyon ült a másik nő, kezét a keblére szorítva, mellette hevert egy másik revolver. Amikor a szobaasszony belépett, csak ennyit mondott. Meghalunk. Az igazi nevem Windhager Ferencné, értesítsék az uramat, aki a központi városházán mérnök. Többet nem tudott mondani, és eszméletlenül rogyott ő is az ágyra. A szobaasszony és a szolga nyomban föllármázták a személyzetet, majd rendőrt hívtak, aki értesítette a mentőket. A lányos külsejű fiatalabbik nő holtan feküdt az ágyon. Mellén összekulcsolva pihent a két keze. Az egyikben még akkor is ott füstölgött egy félig elszívott cigaretta, a másik kezének ujjai a revolvert szorongatták görcsösen. A koponyája jobb felén a füle mögött tátongott a seb, melyet a golyó ütött, amelyen át nyomban elszállt a lélek. A másik nőnek a jobb melléből csörgedezett a vér. A mentők megvizsgálták és megállapították, hogy a golyó hátul a bordák között kijött ugyan, de súlyosabb sebet nem ejtett a testen. Kimosták és bekötözték a sebet, aztán bevitték az irgalmas rendi kórházba, ahol hamarosan magához tért. A szállóba ez alatt megérkeztek a főkapitányságról Becker Ádám doktor és Tűr Ervin doktor rendőrfogalmazók, Reisz doktor rendőrorvossal, aki kétségtelenül megállapította, hogy öngyilkosság forog fenn. A szálló szobájának az asztalán, melyen még ott hevertek a nemrég elfogyasztott reggeli maradványai, a rendőrség két lezárt levelet talált és egy papírlapot, amelyen a rendőrséghez intézett néhány sort a halálba induló két asszony. Csak ennyi volt ceruzával írva, öngyilkosok lettünk, ne kutassák az okát, ne közöljék az esetet a sajtóval.
Windhager Ferencné és Pénzes Etus. A két lezárt levél közül az egyik Pénzes Józsefnek Dunakeszire volt címezve, a másik pedig Petrogalli Péter doktor orvosnak a Városmajori Szanatóriumba. Pénzes Etus, a halott lány, odahaza lakott a szüleinél Dunakeszin. Dunakeszin laktak Windhagerék is a Naputca 7-es szám alatti címen. Amikor a rejtélyes öngyilkosság történt, Windhager Ferenc mérnök nem volt a hivatalában. Már korán reggel kiment hivatali főnökével Kőérberekre, ahol mint bányamérnök méréseket eszközölt. A rendőrség megállapította, hogy egyszerre süthették el fegyvereiket az életuntak, mert a közelben tartózkodó szolga csak egyetlen dörrenést hallott. Még titokzatosabbá teszi az esetet az, hogy amíg a fiatal, halálra szánt lány olyan biztos kézzel irányította revolverét, miért repítette nővére a golyót a jobb mellébe, ahol semmiképpen sem üthetett halálos sebet. Ám bár a tragikus eset szereplői nem voltak budapestiek, mégis itt éltek és sorsuk végzetük a nagyváros levegőjéből, vérkeringéséből táplálkozott. Fiatal korukban sodródtak bele a nagyvárosi élet örvényébe, csinosak, szép lányok voltak, akik csak hamar szerét ejthették az érvényesülés egyik nélkülözhetetlen eszközének, az elegánsan való ruházkodásnak is. Történetük ott kezdődött az egyik Dunakeszi utca nádfödeles rozoga düledező házikójában. A családfő urasági kocsis volt, földműves ember, aki nagy gondokkal birkózott meg egyre szaporodó családja miatt. A kis viskóban pontosan minden évben vizitelt a gólya, 7 gyerek ülte körül az asztalt, amelyre bizony még ünnepnapon is ritkán került finomabb étel. Az apa lassan ki is öregedett a cifrasújtásos parádés gúnyából, az uraság nem szívesen bízta magát az elaggott ember kezére, és Pénzes József vénségére kénytelen lett mindenesnek elszegődni egy alagi trénerhez. A lányok elkerültek otthonról, ahová később aztán tollas kalapban, laptopánosan látogattak el 1-2 órára, miközben eldicsekedtek, hogy megsegítette őket az Isten, cukrosboltban szolgálják ki a pesti urakat, akik bőkezően bánnak a borra valóval. Az anya különben nem is feszegette az úri mód eredetét, boldog volt, hogy gyermekeiről nem kellett többé gondoskodniuk, úgyis tengődés volt az életük. 60-70 koronából csak nyomorúságra tellett még Dunakeszin is. Az öregember pedig nem keresett többet havonta. Most már kegyelemből tartották szolgálati helyén, idestova 70 éves korára, munkára egészen képtelen, elaggott ember lett. Ebből a családi fészekből, ilyen millióból plántálódtak át Pénzes József leányai Budapest levegőjébe. A kocsis kisasszonyok fölfelé buktak. Az idősebb Mariska, aki az öngyilkossága miatt kórházba került, kivételes karrierrel dicsekedhetett, diplomás úrnak lett a felesége. 4 évvel korábban Windhager Ferenc bányamérnök, aki a Brembergi Kőszén Bányatársaságnak volt alkalmazottja, házasságot kötött vele. Majd ott hagyta állását és Dunakeszin telepedett le. Hosszabb ideig magánvállalatoknál dolgozott, amíg végül 2 éve a városnál kapott mérnöki hivatalt, így lett az egyszerű leányból tekintetes asszony, akire nagy irigykedéssel tekintettek a faluban. 3 szobás lakást béreltek virágos kert közepén, különálló villaszerű házban, és egészen az utóbbi időkig boldogan éltek. Az asszony lány testvérei szintén révbe jutottak, ha nem is egy okleveles férj oldalán. Az egyiket városi vízvezeték szerelő Fröhlich Dezső, a másikat pedig Hőd József urasági lovász vezette oltár elé. Ethel, a szomorú dráma hősnője, még leány volt. 19 éves, magas, feltűnő szőke szépség, akit azonban megviselt foglalkozása, erősen ideges lett, úgyhogy hazament mérnökné nővéréhez, akinél 4 hétig lakott. Mariska 32 éves volt akkoriban.
A maga és testvérnénye tragédiáját úgy látszik pénzes Etel okozta. Az ő asszisztálásával történt, hogy Mariska 10 nappal korábban összekerült egy leánykori udvarlójával, Vértesi Sándor cégvezetővel. A férj erről tudomást szerzett, és a házastársak között botrányos jelenetek kezdődtek. A férj vallomásra akarta kényszeríteni az asszonyt, a csábított beismerésre is bírta, csak még feleségétől kívánta hallani a valóságot. Az asszony látta, hogy elveszett. Windhager annyira folytogatta, hogy nem talált utat a menekülésre, és a régi ideál lakásán eltöltött éjszakáért életével akart fizetni. Öngyilkos tervébe pedig beavatta húgát is, aki viszont érezte, hogy mindazért, ami a házastársak között történt, az ő lelkiismerete tartozik felelősséggel. Pénzes Mariska tudta, ha a férje elválik tőle, amiért hűtlenségen érte, akkor soha többé nem tud férjhez menni. A húga Etel nem tudta elviselni azt a lesújtó érzést, hogy ő az oka a bajnak, és így érlelődött meg benne az elhatározás, hogy együtt pusztítja el magát a testvérével. A rendőrség kihallgatta Windhager Ferencnét, aki nem járult hozzá, hogy vallomását nyilvánosságra hozzák, illetve tagadta, hogy a halott lány a testvére. Azt mondta, a barátnője volt a boldogtalan teremtés. A kórházban, amikor egy újságíró kérdezgette az öngyilkosságuk okairól, ezt válaszolta: nem nyilatkozom, megtagadok minden felvilágosítást. Az etus a szerelem miatt, mondta még szakadozva. A férjem még nem volt itt? Értesítsük talán, kérdezte a hírlapíró. Igen, kérem, értesítsék, jöjjön el, a városházán megtalálják, nagyon nehezen vagyok, sóhajtotta. Pénzes Etel Petrogalli Péterbe, a városmajori szanatóriumban dolgozó orvosdoktorba volt szerelmes, aki azonban nem akarta, nem tudta őt feleségül venni. Az öngyilkossági döntéséhez ez is hozzájárulhatott. Érdekes tény, hogy egy évvel korábban vitriollal akarta Petrogalli Pétert leönteni bosszúképpen. Az utolsó napjukon jártak egyébként az orvosnál a városmajori szanatóriumban, de ő nem vett rajtuk észre semmi különöset, pedig akkor már készülhettek a kettős öngyilkosságra. Amikor az újságírók tudomást szereztek a drámai eseményekről, elutaztak Dunakeszire, ahol beszéltek Kövét Antallal, Dunakeszi főjegyzőjével. A főjegyző Windhager Ferencnéről ezeket mondta: itt laknak Dunakeszin, a mérnök bejár a hivatalába Budapestre, ennyit mondhatok. Nem ismerem őket, Pénzes Etelről úgy értesültem, hogy könnyűvérű leány, egyébként nincs is tudomásom az öngyilkosságról. Az újságíró következő riportjának helyszíne Dunakeszi gyéren megvilágított főutcáján egy kis falusi házhoz vitt. A látogatáshoz immár egy rendőr is csatlakozott. Az utcára néző ablakon halvány fénysugár szűrődött ki, az is a konyhában égő mécsesből származott. A fény átszűrődött a család egyetlen földes szobájába. A kerítés ajtaját elreteszelve találták. A rendőr belerugott néhányszor a csizmájával, mire egy nyugodt női hang válaszolt: ki az? A rendőrség, nyissa ki, Pénzes néni. Felnyílik az ajtó, Pénzes Józsefné és 11 éves Irén leánya riadtan néznek reánk, majd elmondja az öregasszony, hogy férje még nem került haza alagról, az öreg lassan csoszogva jár, sokáig tart hazaérnie. Nem tudott még az anya a lányai drámájáról, és amikor kérdezősködni kezdtek felőlük, ilyetten csapta össze kezeit. Szent Isten, csak nem történt valami velük. Nincs semmi baj, válaszolta az újságíró. Kis baleset az egész. Mondjon el mindent, miért mentek be lányai a városba. Bizony, azt nem tudom, tegnap délután mind a ketten idejöttek, elhozták a Móricz kutyát, hogy vigyázzak rá. Azután elköszöntek, úgy mondták, hogy ma jönnek haza, éjszakára ott maradnak a mérnökkel együtt. Elmondta Pénzes néni, hogy 3 lányát adta férjhez, Jani fia Zsoké Németországban,
Józsi fia pedig Borbé legény Budapesten. Legkisebb lánya Irén 11 éves, iskolába jár. Úri ruhába járatják, a sok olvasásban elromlott a látása és pápa szemet visel. Pénzesné elmesélte az egész élettörténetét. Felnőtt leányairól annyit tud, hogy mindig becsületesek voltak, cukrosboltokban dolgoztak, és tisztességgel eltartották magukat. Mindhager Ferenc mérnököt is keresték a lakásán, ahol azonban Fröhlich Dezső szerelőt, Pénzes Kató férjét találták. A mérnök, aki délután került haza, távirati meghívást kapott a rendőrségtől, és visszautazott Budapestre. Bevetetlen ágyak, szétszórt párnák, a székeken női toalettdarabok, a rendetlenség szinte hozzátartozik a szomorú eseményhez. Én is itt lakom, mondta Fröhlich. Ott hagytam a feleségem Újpesten, elváltam tőle, mert hűtlenségen értem. Én voltam az, aki sógoromnak, Windhager mérnöknek felnyitottam a szemét. Most már nagyon sajnálom ugyan a dolgot, de nem volt lelkem hozzá, hogy a szerencsétlen ember elől elhallgassam mindazt, amit megtudtam a feleségéről. Hétfőn múlott egy hete, hogy két sógornőm, Mariska és Etelka bementek a városba fürödni. Délben távoztak, és csak másnap kerültek haza. Mariska férje tudni akarta, hol töltötték az éjszakát. Az asszony elmondta, hogy a fürdőből moziba mentek, tetszett nekik a műsor, és addig időztek ott, amíg azután lekéstek az utolsó vonatról is. Szorult helyzetükben szállóba mentek, és ott aludtak. A mérnök elhitte ezt a mesét, de én Etelt ismételten faggattam, hogy mondja el az igazat. Végül közölte velem, hogy a fürdőben nénye azzal a kéréssel fordult hozzá, telefonáljon Vértesi Sándor cégvezetőnek, aki leánykori ismerőse neki, és hívja őt moziba. Este felé összetalálkoztak Vértesivel, akivel azután moziba mentek. A vonatról lekéstek, és éjszakára felmentek a fiatalember Vas utca 5-ös számú házban lévő lakására. Ezt közöltem Windhager Ferenccel, aki felelősségre vonta a feleségét. Az asszony ágyban feküdt, ott volt mellette a vizes korsó, és a civódásban úgy vágta a sógorom fejéhez, hogy darabokra törött. A férj dühében lábánál fogva lerántotta a padlóra az asszonyt, akit az üvegcserepek összevagdostak. Férj e szörnyű családi perpatvar után beutazott a városba, és fölkereste Vértesi Sándor cégvezetőt, aki Windhager állítása szerint mindent beismert. Sógorom ezek után vallomásra akarta bírni a feleségét, aki konokul tagadta, hogy az éjszakát Vértesinél töltötte. Napokig örökös izgalomban éltünk. Sógorom egyre agresszívebb lett, minden percét, amelyet otthon töltött el, a vallatás foglalta le. Amikor sógorom látta, hogy hiába való minden igyekezete, azzal állott elő, hogy szembesíteni fogja feleségét a cégvezetővel. Úgy állapodtak meg, hogy kedden bemennek Etellel együtt a fővárosba. A London szállóban szobát bérelnek, és oda rendelik Vértesi Sándort is, aki majd szemébe mondja a mérnöknének, hogy igenis vendége volt egy héttel korábban, a kedre virradó éjszakán nővérével együtt. Az asszony látszólag hozzájárult a találkozás tervéhez, úgyhogy a férj előre meg is rendelte a hotelben a szobájukat. Windhagerné azonban nem akarta kitenni magát a szembesítés gyötrelmeinek, és megbeszélte Etellel, hogy megszöknek az ura elől. De ez a tervük nem sikerült, a mérnök ott érte őket az alagi vasútállomáson, és bejött velük a városba. A nyugati pályaudvarról egyenesen a London szállóba mentek, ahol Windhagert néhány pillanatra elvonta a hölgyektől a bejelentő lap kiállításának a munkája. Ezt az időt felhasználta az asszony, és észrevétlenül eltűnt a hotelből. A férj utóbb pénzt adott sógornőjének, hogy keresse meg a nővérét. Így ismertette a históriát Fröhlich Dezső.
Pénzes Etel rátalált a nővérére, bizonyára nem is került nagy fáradtságába, mert aligha nem összebeszélésre történt a szökésük is. Persze nem tértek vissza a London szállóba, hanem a budai Esplanád szállóba mentek, ahol közösen indultak halálos útjukra. Windhagenné mellcsontját átfúrta a golyó, nemesebb részeket is érintett a lövés, de az asszony felgyógyult a sebesüléséből. Windhager Ferencet végül meggyőzte a pénzes család, hogy ne forduljon el a feleségétől és tőlük. Windhager zárkózott ember volt, soha senkinek nem beszélt többet az esetről és a sógornője szomorú haláláról. Pénzes Etel Dunakeszin temették el, a temetésen megjelent Petrogalli doktor is. Ha tetszett ez a régi módi történet, akkor iratkozz fel kérlek a csatornámra. Szép estét, kellemes napot, vidám reggelt kívánok!